Egyre több szülő próbál ellenállni az orvosoknak, hogy ne adják be a kötelező oltásokat a gyereknek. Azt mondják, félnek a mellékhatásoktól. Emiatt újra fertőz többfelé, úgynevezett régi betegség. Jelenleg is kanyaró és rubeola járvány van több nyugat-európai országban, ezt mondják az ANTS-nél. A kanyaró nagyon fertőző betegség, ha valaki nincs beoltva, ellene akár bele is halhat. Most a Tények riportja következik, aztán ezzel a témával folytatjuk tovább. Nemrég Csongrád megyében közölte egy férfi a hatóságokkal, hogy nem hajlandó beoltatni 10 hónapos lányát a kötelező védőoltásokkal. Egy a lényeg, hogy a babánk nem fog oltást kapni. Tehát ilyen egy jogállamban nincs. Ha egy állam megmeri azt tenni, hogy erőszakkal, a szülők beleegyezése nélkül és mindenféle bírságon túlmenően erőszakkal beledöfi a tűt és a szérumot egy baba szervezetébe, ez nem Európába való ország. Ezért megbírságolták őket, és az ügyük a bíróságra került immáron másodfokra, mert továbbra sem oltatták be a kislányt. Azt mondják, így majd ellenállóbb lesz a gyerek szervezete a betegségek ellen. Eközben több járvány terjed Európában. A legveszélyesebb betegség ezek közül a kanyaró, ami ha nincs beoltva ellene, aki elkapja, halálos is lehet. Ezt mondja az ANTS járványügyi vezetője. Bulgáriában zajlott 24 ezer megbetegedéssel egy kanyaró járvány, 22 halottal 2009-ben. 2 évvel ezelőtt volt Ausztriában egy több mint 500 fős kanyaró járvány. Franciaországban gyakorlatilag több ezer megbetegedés fordul elő évente. A betegség újra előkerült Olaszországban, Svájcban és Németországban is. Ezekben az országokban ugyanis nem olyan szigorú a kötelező oltásokat előíró törvény, mint Magyarországon. Dr. Ébert Jenő belgyógyásszal folytatjuk tovább a Ne Bánts Virág Egyesület tiszteletbeli elnökével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Doktor úr, miért zárkózik el kategórikusan ennyire a védőoltásoktól? Azért, mert a 40 éves orvosi praxisom következtében, most már 26 éve foglalkozom az oltásokkal, és arra az álláspontra jutottam, hogy a védőoltások, amik úgy neveznek, hogy védőoltások, sajnos nem védenek. Uh-huh. Tehát, amit előbb is hallottam a WHO-ról, ez egy... Ugye csak bocsánat, hogy aki esetleg nem figyelte pontosan az előbbi bejátszást, ugye a WHO arra figyelmeztetett, hogy újra kanyaró járvány lehet, és ugye több nyugat-európai országban ez meg is jelent. Gondolom erre szeretett volna reagálni. Erre szerettem volna reagálni, mert szeretném elmondani azt, hogy a WHO egy véleményt képvisel, ami sajnos a praxisnak nem felel meg. Vagyis? Vagyis azt ajánlják, hogy oltsuk be a gyerekeinket, és ennek ellenére, hogy az oltottságnak a mértéke 90% fölött van Nyugat-Európában mindenhol, mégis föllépnek a járványok. Tehát az oltások nem védenek. Igen, csak ugye akik az oltás mellett vannak, azok azt mondják, hogy ugye a világjárvány kerülhető, tehát hogy egyénenként persze előfordulhatnak, de hogy tömeges betegségek ellen is véd ugye ez a védőoltás, hogyha mindenki megkapja szépen sorjában. Sajnos nem véd a védőoltás, hanem betegít. Én ezt különböző tanulmányokkal be tudom bizonyítani, hogy sajnos a védőoltások nem védenek, hanem azok az emberek, akik be vannak oltva, azok az oltások következtében inkább betegebbek lesznek, immunológiai betegségeket kapnak. Mert mi történik az oltások kapcsán? Az immunrendszert manipuláljuk. És az immunrendszer nem hagyja magát úgy manipulálni, mint ahogy mi szeretnénk. Tehát egyes esetekben olyan reakciókat produkál, aminek a következménye nagyon súlyos betegség, vagy halál is lehet. És ezért vagyok az oltások ellen. Mégis nincsenek nagyobb veszélyben azok a gyerekek, akik olyan közösségbe járnak, ahol a gyerekek mondjuk 95%-a be van oltva kanyaró, rubeola ellen többek között, ők pedig ott védetlenül állnak ugye egy olyan közegben, ahol a többi gyerek meg védett. Ön még mindig abból indul ki, hogy a védőoltás véd. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy szerény véleményem szerint, és ez már 26 éves praxisomra alapítom, mivel én Németországban dolgoztam 39 évig, és most értem haza Magyarországra, tehát a könyvemben is leírom, és az előadásaimban is elmondom, hogy sajnos a védőoltások nem védenek. Tehát ebből
Ezt felejtsük el. Akkor milyen alternatívákat tud mondani arra vonatkozóan, aki mondjuk nem akarja beadatni a gyerekének a védőoltást, akkor hogyan tudják megelőzni ezeket a járványokat? A védőoltások, mint mondtam, nem védenek. Tehát a járványoknak a megelőzése az másképpen kell, hogy történjen. Szerintem a gyermekbetegségeknek az átélése, tehát a kanyarónak, vagy a rubeolának, vagy más bárányhimlőnek az átélése az immunrendszerünket nem károsíthatja, hanem inkább erősíti. Ennek a következménye aztán az, hogy a mai társadalomban kevesen vannak, akik ezt a kanyarót vagy rubeolát átvészelték, tehát az immunitást az anya nem tudja átadni a gyermekének. Uh-huh. Tehát ez is egy probléma, mert mint mondtam, a kanyaró és a rubeola teljesen, hogy teljesen veszélytelen betegség, és nagyon jól kezelhető. Igen, sok szülő ugye azt mondja, hogy meg kell hagyni a szabad döntés jogát, hogy ők hadd döntsék el, hogy ugye beadatják-e, avagy sem. Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is az interjút.